Szép napot kívánok mindenkinek! Ebben a videóban függvények abszolút értékéről fogunk beszélni, vagy fogok beszélni. Ez emelt szintű tananyag, de 9. osztályban szoktuk tanítani. Ugye először is beszéljük át, mi az az abszolút érték. Ugye egy szám abszolút értéke, az vagy maga a szám, hogyha ez a szám nem negatív, vagy ennek a számnak az ellentétje, hogyha ez a szám negatív. Ha egy függvénynek vesszük az abszolút értékét, akkor ez annyit fog jelenteni az előző definíció alapján, hogy ha fx nagyobb vagy egyenlő, mint nulla, akkor marad az fx. Ha az fx kisebb, mint nulla, akkor mínusz fx lesz. Ez a transformáció, vagy ez a lépés, ez annyit fog csinálni, hogy az x tengelyre tükröz. Tehát gyakorlatilag egy függvény abszolút értékét úgy fogjuk megkapni, hogy mindazokat a pontokat, ami a függvénynél az x tengely alá esik, tehát ahol a függvény negatív értékeket vesz fel, ezt tükrözni fogjuk az x tengelyre, és minden egyebet érintetlenül fogunk hagyni. Nézzünk rá néhány példát. Legyen az első, az fx egyenlő abszolút érték x minusz 2. Ez most egy kicsit viccesnek tűnik, de igazából ez is egy függvény abszolút értéke, hiszen hogyha ezt a függvényt itt eljelöljük gx-el, akkor igazából arról van szó, hogy van nekünk a gx függvényünk, ami ugye egy lineáris függvény, ezt ide ki is írom, gx egyenlő x minusz 2, ugye ez az x tengely, y tengely, ez pedig itt egység, egység. Ugye ez egy olyan lineáris függvény, ami mínusz 2-nél metszi az y-tengelyt, és egy a meredeksége, tehát hogyha egyet jobbra lépünk, akkor egyet fel, és így tovább. És akkor ugye ez lesz a g-függvényünk. Ez a gx. És hogyha ennek veszük az abszolút értékét, akkor ugye ezekkel a pontokkal az abszolút érték nem csinál semmit, hisz itt a függvény értékei nem negatívak, ugye? Ezt a pontot is beleértve, ami pedig itt a másik oldalon van, ugye itt az x-tengely alatt, ez pedig tükrözi. Tehát ez a pont nem itt lesz, hanem az x-tengelyre tükrözve, ez a pont nem itt lesz, hanem az x-tengelyre tükrözve, és így tovább. És gyakorlatilag ez a zöld lesz az fx függvényünk, ami egyébként nagyon egyszerűen ellenőrizhető, hiszen ez egy elemi abszolút érték függvény, egy egyszerű transformációval megspékelve, ugye kettővel el van tova pozitív irányba az x tengely mentén, és lám, a zöld függvény, az tényleg így is néz ki, hogy egy olyan V alak, ugye ez az abszolút érték függvénynek az alapfüggvénye, ami jobbra van kettővel tolva az x tengely mentén. Nézzünk egy picit bonyolultabb feladatot. Legyen ez a feladat fx egyenlő, abszolút érték x minusz 2, mínusz 3, abszolút érték, mínusz 1. Hát ez egy picit nehezebb, de itt is lehet használni azt, amit az előbb beszéltünk, hogy ez a függvény az, a gx függvény, amit egyébként függvénytranszformációkkal tudunk ábrázolni, ugye abszolút érték x mínusz 2, mínusz 3. Ez azt jelenti, hogy ez a függvény el van tolva 2-vel pozitív irányba az x tengely mentén, 3-mal negatív irányba az y-tengely mentén, majd ezután az fx-et ebből a függvényből úgy kapjuk, hogy ennek a g-nek vesszük az abszolút értékét, és még amit kaptunk, azt még egyel eltoljuk negatív irányba az y-tengely mentén. Hát ez nagyon bonyolultnak hangzik, de egyébként nem az. Nézzük, hogy is fog ez kinézni. Ugye először is rajzolunk egy koordinátorendszert. X tengely, Y tengely, hát válasszuk ezt, bár elég nagy, de ez lesz egy egység. És akkor ugye ez a függvény, azt beszéltük meg, hogy 2-vel jobbra is 3-mal lefelé van tolva, és egy abszolút érték függvényről van szó. Tehát egy V alak, ami 2-vel jobbra 3-mal pedig lefelé van tolva. És akkor ez a függvényünk lesz itt a g függvény, ez a g. És akkor ugye a
Az f függvényt úgy kapjuk, hogy ennek veszük az abszolút értékét. Ez azt jelenti, hogy ami az x tengely fölött volt, az nem változik semmit. Tehát ez sem, hiszen itt a függvény értékei pozitívak, ami viszont alatta volt, az gyakorlatilag így felhajtjuk az x tengely fölé, tehát ez a pont itt 3-mal fölötte lesz a tengelynek, azaz ez lesz az a függvény, amit úgy kapunk, hogy az a g függvénynek veszük az abszolút értékét. És ugye nem ez a végső függvényünk, hiszen ez még itt eddig, ez itt a gx-nek, visszaváltok inkább kékre, tehát ez itt a gx-nek az abszolút értéke, és ugye ezt kell még egyel negatív irányba eltolni, tehát minden pontot az y tengely mentén egyel negatív irányba kell tolni. És megkapjuk ennek a függvénynek a képét. És akkor ez a zöld, ez már gyakorlatilag az fx függvényünk lesz. Ezeket a hajtogatásokat abszolút értékekkel, ezeket gyakorlatilag tetszőleges sorban folytathatjuk, tehát ezt lehet még egy abszolút értékbe tenni, lehet hozzáadni kettőt, bár az nem foglalható túl sok mindent csinálni, hiszen ha fölfelé töljük az y-tengely mentén, akkor az minden értékre pozitív lesz például egy ilyen függvény, és akkor az abszolút értéknek igazából nincsen jelentősége, de hogy effektíve a függvény abszolút értékét, ezt így kell majd értelmezni, vagy így kell értelmezni. Nézzük akkor még egy picit bonyolultabb feladattal. Ez pedig legyen az a feladat, hogy fx egyenlő abszolút érték, mondjuk x-2 per x-1. Ugye ez egy lineáris tört függvény, ugye itt is azt fogjuk csinálni, hát még ide adjunk hozzá egyet a békesség kedvéért. Ugye azt fogjuk csinálni, hogy ez a belső függvényünk, ez a gx. A gx függvényünk úgy néz ki, hogy x-2 per x-1. Amit ugye transformációs alakra kell hozni, ugye a tere szabálya, x-1 minusz 1, per x-1, azaz 1 minusz 1 per x-1. Magyarul a gx függvényünk az egy olyan hiperbola, ami egyel fölfelé az y-tengely mentén. Ugye ez a mínusz előjel, ez tükrözést jelent, tükröz x-re, és ez pedig jobbra tolja egyel a függvényt. Na, hogy ez pontosan mit is jelent, már legalábbis a függvény tekintve. Ez azt jelenti, hogy ha itt vesszük ezt a koordinátrendszert, egy x tengely, y tengely, egység, akkor ugye, hát csináljuk kékkel, el van tolva egyel jobbra, el van tolva egyel fölfelé, ugye az x tengelyen nem változik se az irány, se az egység, az y tengelyen változik az irány, ugye ez lesz az x vesző, az y vesző, viszont az egység nem fog változni, tehát egy négyzetrács marad, és akkor ebben az új koordinátrendszerben rajzolunk egy lineáris tört függvényt, ami ugye 1-nél 1, 2-nél 1-2, illetve 1-2-nél 2, tehát ez a függvény az így fog, legalábbis ez az ága így fog kinézni, így. Illetve mínusz 1-nél, mínusz 1, mínusz 2-nél, mínusz 1-2, mínusz 1-2-nél pedig mínusz 2, tehát ez a kék lesz igazából a gx függvényünk. És ugye az fx függvényt úgy kapjuk, hogy ezt ennek vesszük az abszolút értékét, ezt zölddel fogom jelölni. Ez azt jelenti, hogy ennek a résznek itt semmiféle változás nem lesz rajta, hiszen ez az x tengely fölött volt eddig is, már az eredeti x tengely fölött, ezután is, ez a rész is itt maradni fog. Hát, lehet, hogy szint váltok, mert a pirossal talán szebben fogjuk látni ezt a dolgot. Tehát ez a rész, ez maradni fog, ez nem változik. Hiszen ez az eredeti x tengely fölött volt, és ott is maradt.
Ez a rész sem változik, hiszen az eredeti X tenger fölött volt, viszont ez a rész itt, ez tükröződni fog. Ide, tehát egy ilyen függényt fogunk adni. A görbületre érdemes ilyenkor nagyon vigyázni, vagy hát kellene nagyon vigyázni. Egyrészt a függőleges szaggatott vonalat nem érjük el, másrészt pedig ilyen csőrösen fognak ezek kapcsolódni. Ezt úgy mondjuk matematikailag, hogy ez az alsó rész, ez egy konkáv szakasz, és hogyha tükrözzük az X-tenger, akkor egy konvex szakasz lesz belőle. De ez még majd 11-12-ben fogjuk tanulni, minden esetre vigyázzunk a görbületre. És ne felejtsük el, hogy az FX függvény az még egy plusz egyes eltolással van, ami azt jelenti, hogy az y-tengely mentén még egyel el kell tolnunk fölfelé, tehát ez a pont, ez itt lesz, ez a pont, ez itt lesz, ez a pont, itt lesz, illetve ez a kék szaggatott vonal, ami ugye jelent dolgokat, hiszen ez egy aszimptóta, ez ugye egyel följebb kerül, gyakorlatilag olyan, mintha lenne egy másik x-tengelyünk, és ugye ez a pont egyel följebb kerül, ez a pont is egyel följebb kerül, meg ez a pont is egyel följebb kerül, és akkor a zöld függvényünk lesz gyakorlatilag az F. Arra vigyázunk, hogy az aszimptótának van értelme, hiszen azt sose éri el a lineáris tört függvény, és akkor ez lesz az FX függvényünk, a zöld függvény. És innentől kezdve lehet jellemezni ezt a függvényt. Ugye eleve a lineáris tört függvény ez egy elég bonyolult függvénytípus. Ha az abszolút értéket veszük, akkor pedig még bonyolultabb lesz. De hogyha valaki tudja a függvény transformációkat, akkor azért nagyon nagy probléma nem lehet ezekkel. És akkor még egy utolsó feladat, ez pedig egy emelt szintű érettségi feladat, mégpedig 2005. októberében volt ez a feladat az emelt szintű érettségén. Ábrázoljuk derékszögű koordinátorrendszerben az F07 zárt intervallumot a valós számokba képző fx egyenlő abszolút érték x négyzet minusz 6x plusz 5 függvény. Adjuk meg az értékkészletét, és a PI valós paraméter értékétől függően hány megoldása van az egyenletnek. Na nézzük. Először is az első dolog, ami szemet kell, hogy szúrjon, hogy ez a függvény nem egy sima abszolút érték, nem egy sima függvény abszolút értéke, hiszen az értelmezési tartománya le van szűkítve. Ugye egy másodfokú függvény értelmezési tartománya alaphelyzetben a valós számok halmaza, hiszen nem tartalmaz olyan műveletet, ami nem lenne elvégezhető, viszont a feladat megmondta, hogy ezt le kell, hogy szűkítsük. Ugye az első lépésben csinálunk egy GX függvényt, ez a GX függvény ugye itt ez a belső függvény lesz, azaz x négyzet minusz 6x plusz 5. Ahhoz, hogy ezt tudjuk ábrázolni, szükségünk van a transformációs alakjára, ezt ugye teljes négyzeték kiegészítéssel fogjuk elérni, x minusz 3 a négyzeten, minusz 9 plusz 5, azaz x minusz 3 a négyzeten, minusz 4. Innen már leolvashatók a transformációs lépések, ugye 3-mal jobbra, 4-jel lefelé van tolva ez a függvény, és az fx függvény az ennek a gx függvénynek egyrészt leszűkítése, másrészt az abszolút értéke. Hát akkor nézzük. Kezdjük azzal, hogy rajzolunk egy koordinátorrendszert. X tengely, Y tengely, egység, egység. És hogy ezt a függvényt eltoljuk 3-mal pozitív irányba. Valamint 4-jel negatív irányba. Ez itt lesz. És mivel nincsen nyújtás, zsugorítás egyik transformációban sem, ezért az x vesző, illetve az y vesző tengelyeken se az irány, se az egység nem fog változni. Tehát mindkét koordinátorrendszerben továbbra is az egységek maradnak, és az irányok maradnak, és ebben rajzolunk egy sima másodfokú függvényt, egy x négyzetet. És körülbelül, hát többet nem fog tudni ábrázolni. Ez nagyjából azt jelenti, hogy ez a függvény ez valahogy így fog kinézni. Így. Így. Ez itt gyakorlatilag a GX függvény. És akkor most ugye
Hát még egy pontot mégiscsak megpróbálok, 1, 2, 3, 4, 5, ez itt lesz, illetve nyilván neki meg fel az itt, és akkor ez így fog kinézni, így. Illetve, hát itt belementünk a levezetésbe, de oké. Okay. És ugye egyrészt ezt a függvényt le kell, hogy szűkítsük a 0,7 zárt intervallumra. Ugye a 7 az 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7 az itt van az X-tengelyen. Itt a 7, azaz még ennél is feljebb kell, hogy menjünk, tehát illetve vennünk kell az abszolút értékét. Ezt most pirossal fogom jelölni. Ugye leszűkítem, zárt intervallumra szűkítem le, tehát ide telekarikát rajzolunk. Így. Itt ugye fölfelé van fordítva ez a parabola, hiszen az X-tengely alatti részt tükrözzük. Így. És itt megint csak maradunk, így, arra vigyázunk, hogy itt nem valami görbülettel fog átmenni a függvény egyik ágából a másikba, hanem igenis görbület nélkül, és akkor ez megy fölfelé, ugye, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tehát idáig, ha jól számolom, tehát ez itt folytatódik egészen idáig, és itt van megint a telekarika. Magyarul ez a függvény, ez úgy néz ki, ez lesz az FX függvényünk, a piros. Magyarul ez a függvény úgy néz ki, csinálok egy kicsit kisebb ábrát, amin talán jobban meg tudom, hogy érzékeltetni tudom a legfontosabb tulajdonságait ennek a függvénynek. Egyrészt ennek a függvénynek egynél és 5-nél van zérus helye, tehát 1-nél, 5-nél zérus helye van. A nullánál az értéke 5, magyarul nullánál az értéke 5, tehát így, itt van a csúcsa, így, így. És 7-nél az értéke, 11 környékén van, tehát itt. Így. És ez a függvény, ez így néz ki. Ez az FX. Ez az egy kicsit kisebb ábra, de azért a lényegi dolgokat látjuk rajta. És akkor ugye az volt, hogy a következő kérdés, hogy határozzuk meg a függvény érték készletét. Hát ugye az érték készleten jól látszik, hogy a érték készlet, nek az alsó határ az a nulla. És a felső határ pedig az a pont, amit a függvény a 7-nél felvesz, tehát F7. És ugye az F7-et azt pedig úgy számoljuk ki, hogy abszolút érték x négyzet mínusz csak nem x-el, hanem abszolút érték 7 a négyzeten mínusz 6 szor 7 plusz 5, ami egyenlő 49 mínusz 42 az 7, meg a 12. Azaz itt ezt a pontot egy kicsit elnéztem, hiszen ez egyel feljebb van. Itt. Így. Magyarul az érték készletet úgy is írhatnám, RF, hogy 0, 12, zárt intervallum. És akkor a következő kérdés az, hogy hány megoldása van annak az egyenletnek, hogy abszolút érték x négyzet minusz 6x plusz 5 egyenlő p, ha p valós paraméter. Gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy ez itt az fx függvényünk, ezt pedig tekintsük egy hx függvénynek. Ez a hx függvény, ez egy konstans függvény, azaz a képe az x-tengellyel párhuzamos, és ugye attól függ, hogy a paraméter mennyi, attól függ el máshol metszi az y-tengelyt. Ez azt jelenti, hogy ha én ezt a p-t ide húzom, ez lesz a hx, akkor ugye nincsen megoldás, de tudom úgy is húzni, hogy legyen több megoldás, hiszen ebben az esetben, ha ide húzom, akkor már itt 4 megoldásom van. Éppen ezért ugye a p értékértől függően ennek az egyenletnek több megoldása is lehet. Először is, ha p kisebb, mint 0, akkor nincs megoldás. Hiszen akkor a hx függvényt, azt az x-tengely alá húzom, nincsen megoldás. Ha
a P nagyobb, inkább írjuk úgy, hogy a P egyenlő nullával, tehát ha P egyenlő nullával, akkor két megoldás van. Hiszen, ha a P egyenlő nullával, akkor ezt a HX függvényt pont az X tengelyen húztam, és akkor a két zérus el lesz a megoldás. A következő, a harmadik eset, ha a P nulla és négy közé esik, akkor négy megoldás van. Ezt jelzi ez a H függvény, hiszen itt ez négy. Ha 0 és 4 között választom a P értéket, tehát ezeknél a pontoknál húzom meg ezt az egyenest, akkor 4 megoldásuk van. Ha viszont pont a 4-nél húzom meg, tehát ha P egyenlő 4, akkor 3 megoldás van, hiszen akkor ugye, amikor P egyenlő 4, az azt jelenti, hogy ide húznám a HX függvényt a 4-hez, és akkor az ugye két helyen metszené, egy helyen pedig érinteni ezt a függvényt. Aztán 4 és 5 között kettő megoldás van. Tehát ha P 4-nél nagyobb, de 5-nél kisebb vagy egyenlő, akkor két megoldás van. Hiszen akkor az ábránk alapján itt húznánk valahol ezt a vonalat, ezt a vízszintest, és akkor ugye kétszer metszeni. 5 és 12 között, ha P nagyobb, mint 5, de kisebb vagy egyenlő, mint 12, akkor egy megoldás van. És ha P nagyobb, mint 12, akkor nincs megoldás, hiszen ez a függvény le van szűkítve a 0-7 intervallumra, tehát hogyha 12-nél magasabban húznék párhuzamos, akkor szintén nem lenne megoldás, hiszen nem metszené a piros függvénynek a grafikonját. Hát, nagyjából ennyi lenne a függvények abszolút értéke, illetve az ehhez kapcsolódó egyszerűbb, illetve bonyolultabb feladatok. Köszönöm szépen a figyelmet!